Jó. Ez legyen most fönnsúlyozva, és itt a második. Jó, rendben. Jó. Dr. Héjas István a Miskolci Egyetemen végzett 1961-ben. Az életrajzát Kiki e-mailen megkaphatta, hozzáférhető volt, de ha valaki nem, az ugyanezt a vetített oldalt hardcopy-on az asztalról el tudja venni. Tehát látjuk, hogy Miskolci Egyetemen végzett, aztán ott a matematika megfertőzte, ez a második bekezdésből derül ki, és a tudományos fokozatát is azután a 70-73-ös időszakban dolgozta ki és nyerte el. Azt nem tudom, hogy kiváló feltaláló, mit találtál föl azért, hát, hadd kérdezzem. Különböző lézeres műszereket. Na tessék. Igen, tehát, és a könyvről is akkor beszélj, tehát meg, most reklámhelye lenne ez. Hát csak annyi, hogy amiről most szó van, ez egy elég kényes téma, hogy ütközik a környezetvédelem és a energiapolitika. Erről én írtam egy könyvet, ami most fog megjelenni a közeljövőbe. Elég nehéz volt eljutni odáig, hogy ezt meg tudjon jelenni. Rát is adnám a szót Héjas doktornak. Természetesen kérdéseket lehet föltenni, és én még szeretnék majd a témához kapcsolódóan egy 5 perc időt elvenni a hallgatóságtól. Konferálom, hogy miről lenne szó. Említettem, hogy egy szupermodern fúróberendezést bérelünk, és arról néhány felvételt. Azért szívesen vetítem, mert nincs is fúróberendezés formája, tehát ha valaki arra járna, akkor bármivel összetévesztheti. Az automatika ezt feszíteni, akkor a pódiumot. Köszönöm szépen a meghívást. Látszott a bemutatkozásból, hogy én automatizálással és méréstechnikával foglalkoztam. Ennek során nagyon sokféle szakterülettel, ipari technológiával kerültem kapcsolatba. Tehát innen jött az, hogy egy kicsit így sikerült áttekinteni ezt az egész témát. Hát valamikor több mint egy fél évszázaddal ezelőtt megalakult a Római Klub, ahol kiváló élvonalbeli tudósok, többek között a fizikai Nobel-díjas Gábor Dénes, vagy a Bolognai Egyetem professzora László Ervin voltak a szervezői, akik különböző tanulmányokat készítettek, és ezeket elküldték a különböző kormányoknak, figyelmeztetve, hogy az emberiség a természeti erőforrásokat túlságosan föléli, tönkreteszi a környezetet, megmérgezi a környezetét, és ez ellen valamit tenni kell. Kiváló tudósok voltak, de miután elindultak ezek a mozgalmak, elég sok laikus csatlakozott hozzájuk, akiknek már a természettudományos ismeretei nem álltak azon a szinten. Majd nem sokkal később James Lovelock megalkotta a úgynevezett Gaia elméletet, amely szerint a bioszféra úgy működik, mint egy élő lény, mint egy biológiai szervezet, amelyben önszabályozó folyamatok zajlanak, és ezeket az önszabályozások, folyamatokat föl tudja borítani az emberi tevékenység, ami rendkívül negatív következményekkel járhat. Itt látható az első könyve Lovelocknak a Gaia elméletről, majd pedig 90 éves korában néhány évvel ezelőtt a magyar nyelven is megjelent a Gaia halványuló arca, Vanishing Face of Gaia címmel, amiben azt írta le, hogy a csalódását a zöld mozgalmakba, mert olyan mértékű dilettantizmus alakult ki ezen a területen, hogy tulajdonképpen ha hallgatunk a zöldekre, akkor jobban tönkretesszük a természetet, mint ha nem csinálnánk semmit. Most a következő a probléma. Egyrészt az emberek félnek, hogy mi lesz velünk, ha tönkre megy a bioszféra, mi lesz a gyerekeinkkel, az unokáinkkal.
Másfelől viszont azt mondják a gazdasági szakemberek, hogy növelni a GDP-t, folyamatosan növelni a termelést, és tehát fejlődni fölfelé. Hát erre mondta egy angol közgazdász nem olyan régen, hogy ha valaki azt állítja, hogy egy véges világban végtelenül lehet növekedni, az vagy elmebeteg, vagy közgazdász. Na most a kettő között valahogy össze kellett egyeztetni úgy, hogy a kecske is éhen maradjon, és a káposzta is kis nyoma vesszen. Hát erre találták ki azt, hogy tegyük a gazdaság húzó ágazatává a zöldiparágat, és erre azt találták, tehát valami olyan dolgot kellett kitalálni, amit korlátlan ideig lehet folytatni, és tulajdonképpen soha nincs eredmény, ez pedig lenn a klímaváltozás elleni szélmalomharc, ami tulajdonképpen abszolút reménytelen önmagába, viszont iszonyatos mennyiségben lehet erőforrásokat pazarolni rá, ezt, amit elpazaroltunk, azt hozzá lehet adni a GDP-hez, és gyönyörű statisztikákat lehet csinálni. Tehát ma már a fegyvergyártás, a gyógyszergyártás mellett a harmadik leginkább profittermelő iparág a zöldiparág. Tulajdonképpen az egyik jelszó az, hogy védjük meg a természet őseredeti állapotát. Hát az, hogy az elmúlt 4,5 milliárd évben a Földön mi minden változás történt, azt hiszem azt nem kell külön magyarázni, hiszen itt geológiában, geofizikában képzett szakemberek vannak. Nem lehet ezzel semmit kezdeni, ez működik úgy, ahogy van. Nem csak a Föld nem stabil képződmény, de az egész naprendszer is folyamatos változás alatt áll. Tehát itt csak példaként mondtam, hogy valamikor vulkánok működtek a Pilisi hegyekbe, valamikor az egész Kárpát-medence tele volt vízzel. Izlandon volt olyan idő, amikor őserdő volt. Volt olyan idő, amikor a Szahara sivatag fölött 100 méter vastag jégréteg volt, és így tovább. Tehát a változások függetlenül attól, hogy az ember létezik vagy nem létezik, ezek működnek. Hát kérem szépen, a globális melegedésnek íme a legékesebb bizonyítéka. A női fürdőruhákon keresztül lehet bemutatni a rövid távon, mert a rövid táv 100 év, 200 év, 1-2000 év az rövid táv. Tehát ezek nagyon hosszú folyamatok. Az, hogy most egy néhány évtizedes adatokból állítjuk azt, hogy hogyan változik a klíma, hát ez körülbelül ennyire vehető komolyan. A NASA 2012-ben kiadott egy jelentést, hogy az elmúlt két évtizedben az északi sarkon a jég olvadt, óriási újsághírek voltak róla, a déli sarkon viszont hízott, erről nem beszélt senki. Aztán azt is mondták, hogy ha elolvad az északi sarkon a jég, akkor akkora mértékben megnövekszik az óceánok vízszintje, hogy a New York-i szabadságszobornak csak a fáklyája látszik ki a víz alól. Na már most ugye az a helyzet, hogy az északi sarknál a víz, a jég a víz tetején úszik. Most minden vízből mártott jéghegy annyit veszít a súlyából, amennyi vizet kiszorít, tehát pontosan annyi súlya van, azért tud lebegni a vizen. Hát amikor a jégmező elolvad, akkor kérem szépen pontosan annyi víz lesz belőle, mint amennyit kiszorított. Ettől egy milliméterre se szabad a óceán szintjének növekedni, de ezt mindenki elhiszi. Hát elfelejtették már, ki volt az Archimédesz, és így tovább. Tehát mitől függ az éghajlat és az időjárás? A Föld forgási és keringési paraméterei befolyásolják, a nap ingadozó sugárzási teljesítménye, ami több millió éveken keresztül, meg rövid időn belül is ingadozik, tehát még a napfolt tevékenységi ciklusban is, a felszín optikai tulajdonságai, amit Albedo fejez ki, a felhőképződés aktivitása, ami attól is függ, hogy milyen kozmikus sugárzás éri a Földet a távoli csillagrendszerekből, és azt is, hogy ezt a kozmikus sugárzást mondjuk a napfolt tevékenység hogyan téríti el a Föld közeléből. A atmoszféra áteresztő képessége azon a 5800 kelvines színhőmérsékleten, ahol a napsugárzást kapjuk, és az atmoszféra áteresztő képessége a Föld felszínéről kibocsátott 290 kelvin körüli színhőmérsékletű infravörös sugárzási tartományban. Ennek a kettőnek az egyensúlya dönti el, hogy melegszik vagy nem melegszik a Föld többek között. Hát volt egy kitűnő magyar tudós, akadémikus Bacsák György, aki a Milankovics-féle elméletet továbbfejlesztve
arra keresett választ, hogy mi okozza a jégkorszakok és a meleg korszakok ciklikus változását. És hát tulajdonképpen ezekből az ábrákból látszik az, ugye egyrészt, ha mondjuk egy bugócsigát vagy egy pörgettyűt leteszünk az asztalra és megforgatjuk, az egy darabig szépen így függőlegesen áll a tengelye, aztán amikor lassul, akkor elkezd imbolyogni, egyrészt a dőlésszöge változik, az iránya változik, és így tovább. Na most hát ugye ott látszik a fönti képen, hogy amikor ezen az oldalon van a nap, akkor a északi féltekek kap több napfényt, olyankor ott van nyár, a déli féltekén tél, a másik oldalon pedig fordítva. És tulajdonképpen az imbolygás következtében egyrészt egy ellipszis alakú pályán kering a Föld, meglepő módon, amikor nálunk nyár van, olyankor éppen távolabb vagyunk egy picit a naptól. Ez csak el van túlozva ez az ábra, olyan 3%-os ez az ingadozás. Tehát tulajdonképpen az ellipszisnek az alakjának a változása, a főtengely irányának a változása, a kistengely és a nagytengely aránya és itt, ez mind változik sok ezer éven keresztül. És a bacsákféle elmélet azt mondja, hogy nagyjából olyan 100-110 ezer éves ciklusokban jönnek az jégkorszakok, meg jönnek a hidegkorszakok. Amikor jobban elbillen a Földnek a tengelye, akkor a sarkörök eltolódnak, távolodnak a sarkoktól a egyenlítő felé, mennek, kiterjednek a jégmezők, és így tovább. Tehát lényegében ő azt mondja, hogy egy 10-12 ezer évvel ezelőtt, ugye, kilábaltunk egy jégkorszakból, aztán most melegedünk még egy 40-50-60 ezer évig, aztán utána pedig megint jön egy jégkorszak. De közben ez csak egy trendvonal, ez a melegedés, hanem közben rövidebb ciklusokban, pár száz év alatt, meg néhány évtized alatt óriási ingadozások lehetnek e körül. Úgyhogy az, hogy mi most, mit tudom én, egy 30 éves távlatban hogyan változik az éghajlat, az semmit nem mond a hosszú távú trendekről. Tehát ugye egyrészt nézzük ezt az albedó problémát, hát mindenki tudja azt, hogy ha mondjuk nyári kánikulában valaki a körúton sétál, akkor nagyon melege van, ha meg elmegy a budai hegyekbe, akkor ott sokkal hűvösebb van, akár 4-5 fok különbség lehet, hiszen a felszínnek a fényelnyelő képessége, meg a fényvisszaverő képessége meghatározza a felszíni hőmérsékletet. Kimegyünk a strandra, ha betonon égeti a lábunkat a beton, rámegyünk a fűre, ott meg már hűvös van. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy amennyiben mondjuk kivágjuk az erdőket és bioüzemanyag ültetvényeket teszünk a helyére, megváltoztatjuk a felszín fényelő képességét, ezzel tényleg lehet a éghajlatot befolyásolni, legalábbis egy lokális szinten, ha nem is globálisan. Ez az egyik legfontosabb tényező, hogy az látszik egyébként a szabad vízfelületnek nagyon kicsi a reflexiós képessége, nagyon jó behatol az a hullámhossz, ami a napsugárzásból jön. Miután a Föld felszínének a 65-70%-át víz borítja, jelentős mértékben az határozza meg igazából a klímát. Ezt a diagramot én Reményi Károly akadémikus egyik előadásából szedtem ki. Remélem nem haragszik meg érte, hogy átvettem ezt a diagramot. Ez körülbelül 500 000 évre visszamenőleg mutatja azt, hogy hogyan változott a felszíni hőmérséklet, és hogyan változott a levegő széndioxid tartalma. Az egészben az az érdekes, hogy először elkezdett a hőmérséklet növekedni, aztán egy idő múlva elkezdett növekedni a széndioxid koncentráció, és nem fordítva. Tehát melyik az ok és melyik a következmény? Hát ennek különböző elméletek vannak, hogy miért történik ez így. Korreláció van a kettő között, de a széndioxid növekedés van késésbe. Valószínűleg az egyik ok az lehet, hogy amikor az óceánok vize melegszik, akkor a benne elnyelt széndioxid kezd felszabadulni, meg csökken az elnyelő képessége. Ezek a legfontosabb üvegházgázok, ami ellen hát föllépünk, kivéve a vízgőzt, ami 60%-át okozza az üvegháznak. Nem szabad ezt a tippet környezetvédő politikusoknak megmondani, mert be fogják vezetni a kvótakereskedelmet a vízgőzre, és esetleg a széndioxid mindössze 20% körüli szinten van,
Metán, ózon, dinitrogénoxid, freon. Itt a hatékonyságot mutatja, hogy például a metánból, ha egy köbméter metán kinyomunk a légkörbe, az annyi, mint a 30 köbméter széndioxidot bocsátanánk ki. Az ózonnál 2000-es szorzó tényezőt, a freonnál 9000 körüli szorzó tényezőt lehet satszolni. Mert itt ez még egy érdekesebb dolog, ugyanis az sem mindegy, hogy mennyi ideig tartózkodik egy üvegházgáz a levegőben. Mert hogy amelyik a nehezebb gázok, azok igyekeznek kiülepedni, a könnyűek meg fölszállni. Na most a molekulák tömegszámával nagyjából arányos azért, hogy mennyire nehéz egy gáz, vagy mennyire könnyű. Hát látszik, hogy a vízgőz meg a metán az szeret fölfelé törekedni, a többiek meg lefelé süllyednek, a széndioxid, a dinitrogénoxid, az ózon, és a freon az mondjuk eléggé jelentős mértékben. Úgy egyébként hát a freonokat ugye azért tiltották be annak idején, mert hát az ózon réteget károsítja. Csak hogy az érdekesség merült föl, hogy amikor betiltották, akkor a freonoknak a 90%-át az északi féltekén bocsátották ki a levegőbe, az ózon réteg meg mindig az Antarktisz fölött lukadt ki, úgyhogy és oda nem tudott, tehát nincsenek olyan magas légköri áramlatok, hogy ez a kettő befolyásolni tudna egymást, de ez nem zavart senkit egyébként. Hát egy-két ilyen probléma még van persze. Na most a széndioxid. Hát ugye mutatják a füstölgő kéményeket, hogy micsoda marhasok széndioxidot bocsátunk ki. Hát a széndioxid szintelen, szaktalan, láthatatlan gáz. A legbutább parasztember is tudja, hogy amikor a must for, akkor a pincébe égő gyertyával kell lemenni, mert abból észre tudja venni, hogy ott széndioxid van. Ez nem széndioxid. Amit egy hűtőtorony kibocsát, az se széndioxid. Abban lehet széndioxid, de az is vízgőz túlnyomó rész. Csak ugye ellenfényre fölvéve olyan szép feketének látszik. Tehát ez a propagandának a tisztességtelen módszere, hogy úgy mondjam. Hát Miskolci Ferenc, a NASA kutató fizikusa fejtette ki azt az elméletet, hogy gyakorlatilag a széndioxidnak semmilyen hatása nem lehet a klímára. Ugyanis ha sok a széndioxid a levegőbe, akkor reakcióba lép a vízgőzzel, szénsavgőz keletkezik, ami sokkal nehezebb, mint a levegő. Tehát nem csak, hogy a széndioxid ürül, hanem magával rántja a másik üvegházgázt, a vízgőzt, ami még hatékonyabb. Tehát tulajdonképpen a rendszer önmagát kikompenzálja. Nincs korán, hát ahogy a Reményi professzornak a diagramjából is láttuk, a kettőnek sok köze nem lehet egymáshoz. Hát hazai szén vagyon. Hát van annyi szenünk, hogy 200 évig vidáman termelhetnénk annyi villamos energiát csak széntüzelésű erőművel, mint a paksi atomerőmű. De ezeket is, na most olyan 5 milliárd tonna fölött van, de ennek csak egy része az, ami tehát a könnyen kitermelhető részről beszélek. Na most valójában, amikor bezárták a bányákat, és most itt nem csak a szénbányászatról beszélek, hiszen sok mindent tudunk bányászni, urániumot is bányásztunk valamikor, szénhidrogén bányászat is van szerencsére még egy darabig, színes fémeket is bányásztunk, és így tovább. Bezárnak egy bányát, akkor ott a mellette be fog zárni a közért, meg fog szűnni az autóbuszjárat, föl fogják szedni a villamos vagy a vasúti sineket, tehát tulajdonképpen az a környék tönkre megy, ahol régen bányát bezártak, ott most 70% a munkanélküliség és az úgynevezett megélhetési bűnözés tombol. Tehát valójában ez egy öngyilkos tendencia volt, és az uniós környezetvédelmi előírásokra hivatkozunk, csak hogy azok nem olyan szigorúak, mint amit a magyar politika beetett velünk. Ez a probléma. Tehát mi túllihegjük az egészet, mert mi akarunk az eminens tanulók lenni, tehát következésként építünk le mindent, miközben például a Németországban éppen most nyitják meg az újabb szénbányákat, meg széntüzelésű erőműveket. Na most nem csak az a probléma, hogy bezárnak egy bányát, az is probléma, ha nem engednek megnyitni egy olyan bányát, ahonnan értékes anyagokat lehetne kibányászni. Villamos energia. Hát a villamos energiánál ugye alapvetően négyféle dolgot szoktak villamos erőműveknél kritériumként elmondani. Mennyibe kerül a 1 kWh villamos áram,
mennyire rugalmasan szabályozható, mert ugye a stabilitás a hálózatnak fontos, mennyire balesetveszélyes, milyen környezeti hatások vannak. Na most ezeket a tényezőket a teljes életciklusra vonatkoztatva kell vizsgálni. Hát attól kezdve, hogy elkezdünk gödröt ásni, beleteszünk betont, alapozunk, fölépítjük a erőművet, valameddig működik, aztán tönkremed, le kell bontani, és így tovább. Ez alatt befektettünk valamennyi pénzt, valamennyi balesetet okoztunk, valamennyi környezethatás, stb. És akkor megnézzük, hogy mennyi villamos energiát termeltünk az egész idő alatt, és akkor ebből következően lehet mondani azt, hogy mennyire jó vagy nem jó. Hát a vízenergia és a nukleáris energia pillanatnyilag ezekbe a paraméterekbe a legelőnyösebb, nem mindegyikben. Háromfajta erőművet lehetne nagyjából megkülönböztetni. Az egyik olyan, ami folyamatosan szeret működni, nem lehet nagyon ingatoztatni a teljesítményét. Aztán vannak olyan erőművek, amik nagyon jól szabályozhatók, gyorsan szabályozhatók, tehát ki tudja kompenzálni a hálózati instabilitásokat, hogy a terhelések változnak, meg szélturbina vagy termel, vagy nem termel, olyankor termel, amikor nem kéne. Tehát a harmadik pedig ugye az az időjárás függő ingadozó teljesítményű erőművek, a zöld erőművek, hogy úgy mondjam, és a baleseti gyakoriságot és a költséget is rá kell vetíteni a teljes életciklusra. Akkor tisztességes az összehasonlítás. Na most mondanám már mindjárt, hogy ugye miután összekapcsolják az EU-nak a villamos energia hálózatait, ezért ott szinte percekre lebontva megy a kereskedelem szabályos tőzsdei módszerekkel, ami azt jelenti, hogy a jó szabályozható, gyorsan szabályozható, könnyen szabályozható villamos energiát az háromszoros áron lehet eladni, mint az összes többit. Tehát most pillanatilag nagyjából, hogyha Magyarországon lennének vízerőművek, akkor olyan 3-4 forint körül lenne mondjuk egy kilovattóra áramnak a nettó termelési költsége. Ugyanez atomerőműnél 10 forint körül van, teljes életciklusra vetítve, szélerőműnél meg olyan 30 forint körül. Hát ilyenek az arányok. És 50 forinté kapjuk, amikor ki kell fizetni a villanyszámlát. Nukleáris erőmű. Csak összehasonlításként ezeket a gyönyörű szép kecses széltornyokat, amik olyan 35 emelet magasságú vasbeton vagy acél szerkezetek, egy-egy lapátja az olyan 15-20 tonna. És hogyha mondjuk a paksi atomerőmű termelését ilyenekkel ki akarnánk váltani, akkor körülbelül 10 000 darabot kéne ebből fölépíteni, és 93 000 négyzetméter csak a területünk. Tehát minden tizedik négyzetméterre egy ilyen 100 méter magas szerkentyűt tessenek el, amelyik vagy termel, vagy nem, mert időnként ha nagyon erős a szél, akkor tönkre megy a csapád benne, belecsap a villám, naponta háromszor, és így tovább, rárakódik jég, szóval vannak vele problémák. Na, tehát az teljes életciklusra vetítve, de még környezetterhelés szempontjából is gyakorlatilag majdnem a hozadéka nulla ezeknek. De nem nagyon nagy üzlet. Ionizáló sugárzás veszélyességét, tehát a radioaktív sugárzás veszélyességét vizsgálta annak idején Marx György munkatársai kb. 20 évvel ezelőtt. Azt csinálták, hogy különböző településeken megmérték a háttérsugárzási szintet, és megnézték azt, hogy milyen gyakoriak ott a daganatos betegségek. És azt jött ki, hogy ott is növekednek a daganatos betegségek, ahol nagyon kicsi a sugárzás. Tehát kell egy optimális besugárzás az embernek, hogy egészséges legyen. És a másik érdekesség az, hogy ha megnézzük, hogy hol van a minimum, akkor kiderül, hogy az egészségvédelmi határérték szigorúbb, mint a minimum. Tehát ha én dupla annyit kapok átlagosan háttérsugárzásként, mint amit a szabvány előír, akkor vagyok legegészségesebb, vagy akkor legkisebb a kockázat arra, hogy daganatos betegségével megbetegedjek. Káros anyag kibocsátás. Minden éghető anyagban van rádioaktív izotóp. Nem létezik olyan, amiben nincs. Amikor elégetünk biomasszát, akármit, akkor kimegy a füsttel a levegőbe a rádioaktív izotóp, a sugárzó izotóp, amit beszívunk a tüdőnkbe,
Kivéve a nukleáris erőművet, meg a vízerőművet, mert ott nem megy ilyen ki, mert azt elkülönítve kezelik. Fizikai Nobel-díjas Carlo Rubbia, aki az egyik kidolgozója volt ennek a tóriumos erőműnek. A tóriumból annyit érdemes tudni, hogy úgy működik, hogy neutron besugárzás hatására a tórium atom befogad egy neutront, utána lezajlik egy gyors ütembe egy bomlási folyamat, amiben létrejön egy olyan uránium izotóp, ami már nukleáris fűtőanyagként használható, és valójában folyamatosan termelődik az uránium, és folyamatosan el is használódik. Ilyenek már az USA-ba, Kínába kezdenek működni. Az uránium készletek fogynak, a tóriumból 20 ezer évre elegendő készlet van, majdhogy nem felszíni bányászattal előállítható. Soha nincs a reaktorban annyi hasadóanyag, hogy föl tudjon robbanni, ami viszont a hátránya, hogy nem lehet vele atombombát gyártani, tehát a hadipar számára az egész nulla, nem foglalkoznak vele. Egyébként a tóriumos rendszer valamivel drágább, mint a hagyományos uránium. Viszont a óriási biztonság, tehát nem véletlen, hogy Kína és India, Indiában olyan tóriumkészletek vannak, hogy gyakorlatilag a tengerparton, ha összesöplik a homokot, abból ki lehet vonni tóriumot. Tehát a vízenergia. Hát a vízenergia, a Duna vízlépcsőzése nagyon régi. Tehát 200 évvel ezelőtt is már szó volt róla, az első világháborúban szó volt róla. Horthy Miklós 1938-ban adta ki a parancsot, hogy Dunán vízlépcsőket kell építeni, és 4 évvel később jelölték ki Nagymarosnál azt, amit szocialista nagyberuházásnak nevezünk most, a helyszínt, hogy ott kell az első vízlépcsőt fölépíteni, ami azután a háború miatt ugye meghiúsult. Az, hogy lehet villamos energiát termelni ezzel, az rendben van, de vannak más szempontok is. 8 méter a Dunának a természetes vízszint ingadozása. Tehát néha elönti a villamos híneket, Budapesten például máskor meg le lehet gyalogolni majdhogy nem a mederbe. Na most ez a meder alján hidrosztatikus nyomás ingadozásban 8 tonna per négyzetméter. Ahol löszfalak vannak, azok omlanak. Puff, Dunaújváros is veszélyben van. Tehát valójában a vízlépcső az olyan, mint a strandon a feszített víztükör, hogy tartja a vízszintet. Tehát amikor a vízszint mondjuk aszály van, akkor is megmarad az a vízszint, ha pedig áradás jön, akkor előtte a zsilipek kiengedésével le lehet tapasztani a vízszintet, és helyet lehet csinálni a közeledő víztömegnek. Na most, gyakorlatilag most ugye azt tudjuk, hogy a valaha volt legnagyobb árvíz özönlött ide, minden idők legnagyobb árvízzel öntött el Magyarországot. Hát kérem szépen, 1838-ban a Nagykörúton másfél méter magasan hullámzott a víz márciusba. A Báró Veselényi Miklós, az árvízi hajós, az mentette ki, ez olyan 5-6 fok Celsius főmérsékletű víz volt, óriási viharok között, meg nem tudom mi. Több ezer ház összedőlt, rengeteg halott meg sebesült volt. Tehát gyakorlatilag az egy nagyon nagy árvíz volt. Ez az árvíz ugyanekkora volt most is. Volt egy rádióriport, amikor megkérdezték a környezetvédelemben illetékes szakpolitikust, hogyha megépült volna Nagymaros, akkor az használt volna-e valamit a budapesti árvíz szempontjából, és azt mondta a szakpolitikus, hogy ha ottan duzzasztottuk volna a Dunát, akkor még nagyobb lett volna az árvíz Budapest. Na most nem az a baj, hogy a politikusok hazudnak, félrevezetik az embereket. Ezért kapják tőlünk a fizetésüket végül is. Az a baj, hogy az embereknek a természettudományos ismeretei olyan alacsony szinten állnak, hogy ezt elhiszik. A riporter is elhitte rögtön. Igaz, hogy ő is ezért kapja a fizetését. Kérem szépen a következő képet. Na most mennyibe kerül a vízenergia? Hát az a kérdés, hogy
Duzzasztót építünk, mert szeretnénk, mint a Hoover gát ott a Las Vegas mellett, ahol a sivatagból egy ragyogó termékeny földet csináltak, vagy pedig muszáj valamilyen ok miatt duzzasztó műveket építeni, hiszen például előbb-utóbb az elmúlt 100 év alatt 3 méterre csökkent a Dunának az átlagos szintje, és a Duna-Tisza közén pedig 6 méterre lett alacsonyabb a talajvízszint. Még eltelik 20-30 év, és ilyen tevekaravánok fognak ott a sivatagba bóklászni, hogy valami oázis találjanak. Hát gyakorlatilag muszáj vízlépcsőket építeni, nem nagyvárosnál, több helyen is. Tehát valójában föl be kell vízlépcsőzni a folyóinkat, hogyha a klímaváltozás, ami folyamatban van tényleg, hogyha az ellen védekezni akarunk. Szivattyús energiatároló, amikor felszivattyúzzuk a vizet, és amikor kell, akkor újra leeresztjük egy turbinán keresztül, ez ellen is tiltakoztak, ez a föld alatt van az egész. Még a csövek is a víz alatt mennek bele a fönti tóba, meg az alsó részbe, hát nem is látszik belőle semmi. Esztétikai okok miatt tiltakoztak a zöldek. Most akkor nézzük meg, én csináltam egy kis számítást, hogyha például ugye a víz, 1 köbméter víz az 1000 kiló, 1 köbméter levegő az 1 kiló 30 deka, majdnem egy az 1000 a különbség. Egy szélturbinán a nyomásesést millibárokba mérjük, a vízturbinán atmoszférikus nagyságrendű nyom. Hát a kettőnek a szorzata nagyjából mutatja azt, hogy milyen teljesítményt lehet belőle kihozni, hát az én számításom szerint egy 8-10 méter esésmagasságú duzzasztó műre telepítünk egy 3,5 méter átmérői vízturbinát. Azt annyi szélturbinával lehetne kiváltani, aminek a teljes hatáskeresztmetszete körülbelül 1 millió négyzetméter. Na most azért az arányok elég megdöbbentőek, már csak azért is, mert egy ilyen vízturbinának az egyetlen lapátjának az anyagából le lehetne gyártani azt a vízturbinát, amelyik tucatszámra helyettesítené a nagymarosi 160 megawattos vízerőmű kiváltásához 800 darab ilyen 35 emelet magasságú szélturbinát kéne telepíteni. Hát valakinek ez jó üzlet, biztos, hogy nem nekünk. Amikor a szlovákok elterelték a Dunát, akkor ugye az eredeti szerződés szerint Dunakilitinél megépült egy duzzasztó mű, egy vízcsap kvázi, amivel mi szabályozhatjuk azt, hogy mennyi víz jön le a régi Dunamederbe, és mennyi marad a Bős felé. Ezt megakadályozták az ő, megépült. Meg akadály, nem szabad üzembe helyezni. Erre megcsinálták a szlovákok Duna csúnynál, most ők szabályozzák. Tehát tessék a következő képet, itt mutatom a térképet, ez a Hágai Nemzetközi Bíróságnak egyik dokumentumából lett kivéve. Hát valójában úgy néz ki, mintha lenne a fürdőszobán, nem lenne a fürdőszobánkban vízcsap, mert az rontja a környezetet, hanem a szomszéd dönthetné el, hogy mikor mennyi vizet enged a fürdőkádunkba. És ezt érték el, ökológiai károsodás bekövetkezett, azt mondták a zöldek, na ugye megmondtuk, hát itt a károsodás lesz, hát persze ők csinálták, tudták, hogy mi lesz az eredmény. Itt látszik valami ezen a képen, ezt én a Kerényi önbácsinak a tanulmányából vettem át, csak egy kicsit kiegészítettem. Most azt tessék elképzelni, az egész terület, ami itt van. Ez valójában valamikor úgy nézett ki, mint egy óriási nagy tó, ami tele volt szigetekkel, és ilyen kis csónakokkal lehetett közlekedni. És ez az úgynevezett régi Dunamede, vagy öreg Duna, az úgy keletkezett, hogy valamikor az ők nagypapáink ásóval lapáttal ott ástak hosszába egy olyan árkot, hogy a nagyobb hajók is át tudjanak rajta menni. Ezt kell megóvni, mint természetes képződményt. Tehát valójában itt látszik az, hogy Dunacsúny, Dunakiliti, még azt a fenék küszöböt, amivel meg lehet emelni egy kicsit a vízszintet, mert Dunakilitire rá lehetne tenni esetleg akár még vízturbinát is, ezt is megakadályozták. Tehát a illetékes államtitkár úr büszkén mondta, hogy ő maga húzta ki azt, hogy ilyet nem szabad csinálni. Hát most látjuk, hogy mi az eredmény. Amikor a nagymarosi vízlépcső visszamondtuk, akkor kérem szépen, az osztrákok elvitték haza az összes berendezést, és Bécs alatt megépítették a szinte pontos mását a nagymarosi vízlépcsőnek. Ott körülbelül 1 eurócent
bekerül 1 kilowattóra villamos energia előállítása. Most 15 év alatt térünk meg a beruházás, környezetvédelmi területen, Natura 2000-es területen épült, Bécs belvárosától 7 kilométerre, úgyhogy oda látszik a Stefánszkirchének a tornya innen, hogyha valaki átmegy. Gyönyörű szép üdülővezet alakult ki, és hát őket nem bántotta. Népszavazást tartottak, 72% megszavazta, hogy kell a vízlépcső. Hajnburgán nem volt népszavazás, hanem ott tüntettek élő lánccal, meg mindenféle hülyeséggel, és ott meghátrált az osztrák kormány, de hát Fajdaneunál már több eszük volt, akkor kiírtak egy népszavazást. Tehát az emberek azok nem hülyék, tehát hogyha azért, ha normális tájékoztatást kapnak, akkor azért reagálnak. Hát Nagymarosnak a képe látszik. Hát gyakorlatilag, mint esztétikai látvány, semmivel nem rosszabb, mint mondjuk bármelyik budapesti híd. Szóval itt esztétikai kifogás, hajózás. Hát gyakorlatilag ez a bizonyos csatorna, amelyik összeköti a földközi tengert az Atlanti óceánnal, ez napkirály 14. Lajos idejébe épült, mai napig működik. Még kétszintes hajóút kereszteződések is vannak rajta. Nálunk leépült gyakorlatilag a hajóépítést megszüntet, ahogy a szénbányákat a hajókat is gyakorlatilag prasszatették, gabona exportunkat vasúton és kamionokkal hordjuk tengeri kikötőkhöz, körülbelül annyiba kerül, mint az előállítás, a maga szállítási költség, tehát nem vagyunk versenyképesek. Ez a fajta víziút, ez a Dunarajna-Majna csatorna, ezt már a 19. században tervezték. Ha ez működött volna az első világháború idején, azt mondják katonai szakértők, hogy lehet, hogy a világháborúnak a kimenetele más lehetett volna. Tudnilik, ez olyan szállítási kapacitás, ezt a Szalma Botton fejtettek egy előadásában egyszer, kétszer 10 sávos autópálya. Szállítási forgalmát tudná ez lebonyolítani. Ott van a luk Magyarországon. Tehát ezt szintén sikerült megakadályozni. Ha keresztül megy rajtunk egy nagyon fontos szállítási útvonal, ott fölvirágzik a gazdaság. Ugyanúgy, mint ahogy annak idején a Selyemút mentén, amikor a Kína és India között ment ez a Selyemút, gyönyörű virágzó városok, meg települések, meg kisebb-nagyobb országok alakultak ki, míg az éghajlatváltozás miatt nem volt működőké, utána ezek tönkrementek. Már csak az ásatásokból ismerjük. Így nézett ki 200 évvel ezelőtt a Kárpát-medence, gyakorlatilag, ha nem lett volna annyi esze a 19. században a politikusoknak, hogy hallgatnak a szakértőkre, és megcsinálják a folyamszabályozásokat, akkor most Magyarországnak egy körülbelül egy harmad része egy olyan mocsárvidék lenne, ami lakhatatlan, mert egészségtelen. Megújuló energia. Na hát ezzel kapcsolatban a Mészáros Milán nevű fizikus barátunk dolgozott ki egy elméletet. Tudjuk, a következő van. Ha mi kibányászunk fosszilis, tehát bármilyen olyan energiahordozót, ami több sok millió év alatt holtanyagként ott van a Föld alatt, akkor nem avatkozunk bele a bioszféra működésébe. De a gyorsan megújuló energia csak úgy lehetséges, ha kivesszük a bioszférából. Tehát ha például befednénk napelemekkel a Szahara sivatagot, akkor megváltoznának a légáramlatok a Szahara fölött, és megváltozna a mediterrán térség éghajlata. Hát a bioszférába beleavatkozni, tehát amikor mi megújuló energiát kivonunk a bioszférából, az körülbelül olyan, mintha beszúrnánk egy injekciós tűt az erünkbe, és a vérkeringésünkből kivett energiával működtetnénk a mobiltelefonunkat, meg a laptopunkat. Hát ha valaki ilyenen töri a fejét, akkor kérdezze meg orvosát és gyógyszerészét előtte, hogy az mit tanácsol. Most itt a ökológiai lábnyomról azt hiszem mindenki hallott már, ez egy embernek az életmódjától függően mekkora terület kell az eltartásához, de lehet értelmezni arra is, hogy egy bizonyos villamos erőmű telesítmény az mekkora ökológiai terhelést, illetve területet vesz igénybe. Hát itt látszik, hogy a vízenergiához viszonyítva a biomassa erőmű esetén, miután nagy területről kell a szalmát meg innen-onnan begyűjteni, 35-ös szorzó tényező van, szélenergiánál 11-es, napenergiánál körülbelül 2-es.
a Tiszaszaurusz is van, nem csak Dunaszaurusz, ez a Tiszán fölépült vízlépcső, aminek az eredménye a Tiszató. Ez a Tiszató, ez egy ötször nagyobb tó, mint a Velencei tó, nem tudom ki járt már ott, vagy ismeri. Jobb ökológiai állapotban van, mint a Balaton vagy a Velencei tó. Itt vannak a képek. Olyan növényvilág tenyészik ott, ami Mátyás király idején volt utoljára, mielőtt elkezdett volna mocsarasodni az a terület. Hát itt a három nagy tavunknak az összehasonlító adatai. Ez a látképe a kiskörei vízlépcsőnek, ahol 10 méteres és magasság van. Nagymarosnál csak 8 méter lett volna. Az volt a Dunaszaurusz. Ami még érdekes, a hágai pert elveszítettük. Gyakorlatilag a bíróság megállapította, hogy nem volt joga a magyar félnek fölmondani a szerződést, a mai napig érvényes. Ha mégis érvénytelenek tekinti, akkor óriási kártérítés illeti meg a szlovák felett. Az ökológiai kockázat nem megalapozott. Tucatszámra vannak hasonló vízlépcsők, és nem csak, hogy rombolt az ökológiai állapot, hanem javult, tisztább lett a víz, és gazdagabb az élővilág. Tehát gyakorlatilag totál elveszítettük az egészet, de még ez nem olyan nagy baj. Egy pert el lehet veszíteni. A baj az, hogy 1997-ben hirdették az ítéletet, és 15 év óta a politikai elit folyamatosan azt hazudja a állampolgároknak, hogy a pert megnyertük. Hát kérem szépen, ennyit a politikának a tisztességéről. Hát itt valójában az a helyzet, hogy aki ezeket a dolgokat el akarja mondani, és azért itt én elég sok olyan rendezvényen ott voltam, ahol élvonalbeli szakemberek, tehát akadémikusok, egyetemi professzorok adtak elő, és nagyon komoly adatokkal alátámasztva, bárki megszólalhat, aki mellé áll ennek az őrültségnek, tánzalénekesek, politológusok, média, kőfaragok, balettáncosok, celebek, stb. Oda megy egy akadémikus, hogy szeretne véleményét, már nem engedik, lekapcsolják az adást. Jön helyette egy reklám. Kérném a következő képet. Hát ennyi az egész. Köszönöm szépen, hogy találkozunk.